Mit jelent számodra a szűkebb haza, a pátria, ahol megszülettél? Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy mindent jelent. Talán Tamás Járon mondja legszebben, hogy az ember az szíve mélyén örökké a szülőföldet őrzi. És talán nem is véletlen, hogy éppen Tamásira hivatkozom, mert amikor a szülőföldhöz való ragaszkodásomat már felnőtt fejjel elgondoltam, akkor legtöbbször Tamásinak a szülőföld iránti szeretete volt nekem is az útmutató. Magam is sokat jártam aztán erdélyi vidékeken, Farkaslakán, és ahogy végigéltem azt, ahogyan ő Székelyudvarhelyről beszekerezett Szejkefürdőn keresztül Farkaslakára, és a szíve hogyan dobogott hevesebben, én is el kell, hogy mondjam, úgy 14 éves koromtól, amikor elkerültem ebből a faluból, ebből a közösségből, amikor visszatérek, akkor akár az Alai oldalról érkezem, Zalabér felül, akár a másik oldalról, Vasi oldalról, Vas megyéből, akkor is ugyanaz a forróság tölti el ott valahol a szívem táját, amikor ebben a völgykatlanban meglátom a szülőfalumat, Bérbaltavárt. Sokat jelent, hiszen az ember azokat a dolgokat, én úgy gondolom, az útravalót végül is ott kapja meg, ahol született, abba a szülői házba, és én nekem elmondhatom, bár elég viharos időszakban volt a gyerekkorom, a 40-es évek végétől mondjuk az 50-es évek végéig, nehéz idők voltak, de egy nagyon jó közösségbe születtem vele, egy jó családba. Itt ez a ház, ahol vagyunk, ez nagyanyai ház, anyai ágon kerültem én tulajdonképpen ebbe a házba megszületni. 1949-ben, szőlőbontás idején, májusban születtem ebben a házban, itt a gerendák alatt, és gyakorlatilag 14 éves koromig életem nagyobb részét itt töltöttem.